Szegény lány és a kórházi fertőzés. Volt egyszer egy szegény ember, és annak egy világszép jánya. Egy napon a jány nagyon beteg lett, bevitték hát az ispotályba. Jöttek hét próbás javasasszonyok, orvosdoktorok, de csak nem találta el egyik sem, mi baja a jánynak. Még nem, azt mondta az egyik füves ember, hogy a jány bizony kórházi fertőzést kapott. Multirezisztens kórokozó támadta meg, ami ellen nincs orvosság, nem véd meg semmi tudomány. A lány pedig egyre csak fogyott, fogyatkozott, míg egy nap meg nem halt. Bizony neki búsult a szegényem. Hát, gyógyítanak vagy ragályt osztanak abban az ispotályban. Kifelelős a jányom haláláért, s kiszolgáltat nekem igazságot. Egyé nekem egy halálom, a felelőst megtalálom. Elment hát az ispotály vezetőjéhez, de az egyre csak azt hajtogatta, ők bíz mindent szabályosan csinálnak, meg hát szegények, mint a templom egere. Nincs pénz, nincsenek ápolók, gyógyítók, hogy is lehetett volna így megmenteni a szegény ember világszép jányát. Fölment hát a szegény ember bíró uramhoz. Azt mondja neki. Bíró uram, életem halálom kezedbe ajánlom, kiderítenéd-e, miért halt meg a jányom? Kiderítem bizén, de elég bizonyítsd be, hogy a kórházban fertőződött meg a te jányod. Hát hol ez írás erről? Az ispotályban elmondták, mi a jányom javajája, de le nem írná az senki. Azt mondja erre a bíró. Hát, a szakértő majd megmondja, hogy tényleg az ispotályban fertőződött én meg a jányod. De ahhoz ide adnám elébb minden jószágod, mert a szakértő bizony tengervagyonért dolgozik, s kuporgass az ügyvédre is egy véka aranyat, mert elmúlik három tél is, amíg ítéletet hozok. Neki búsult a szegény ember. Honnan szedjen hát ő ilyen rengeteg kincset? Ahogy így búsul, szomorodik, eszébe ötlik, hogy hát az ANT-hez. Azt ígéri, ők kivizsgálnak minden panaszt. Nosza, szalad is fel hozzájuk, de uram fia, mit látnak szemei? Az ANT-hez-nek már csak a hűlt helye, mert azt négy felé szaggatta már a tűzokáró sárkány. Neki gyűrközik hát a szegény ember, s ákom-bákom nagybetűkkel panaszt ír az országos tiszti főorvosnak. Töviről hegyire megírja, hogy s mint esett leányával, s viszi hozzá. Azt mondja neki az országos tiszti főorvos. Ide a panaszoddal, te szegény ember, s aztán fel is út, le is út, menjen csak kent haza a falujába, s várjon türelemmel, egy hónap múlva küldjük az írást. Telt múlt az idő, és csak ugyan megérkezik a papír a tiszti főorvostól. De hát bizony, nem derült ki, hibázott-e a kórház. Nem köteleztek senkit változtatásra, nem lett meg a felelős sem, bocsánatot sem kért senki senkitől. Annyi következménye sem lett az esetnek, mint egy bolhacsípésnek. Kihez, mihez forduljon hát a szegény ember? Hova folyamodjon? Hát egy hivatal sem kényszerítheti változásra a kihágást elkövető ispotályokat. Bizony, nincs ilyen. A sárkány azokat már 2010-ben széjjel tépte, és le is nyelte keresztben. Egyszerre a szegény ember hallja, hogy az dobolják. Aki kórházi fertőzés áldozata lett, írjon a TASZ-nak. Ha nem külön-külön küldjük a panaszokat, talán bizony csak megvizsgálják, mi lehet az oka a sok kórságnak. Csak kapja magát egyszer az állam, s összetesz elég pénzt. Szerez tudós koponyákat, s haditervet kovácsol a sok ragály legyőzésére. A szegény ember fogta magát, elküldte panaszát, azt a TASZ közérdekű bejelentésé alakította, és huss, szelekszárnyán el is küldte, hogy jól kivizsgálják. Csak hamar küldte bejelentését a falu apraja nagyja. Mindenkinek volt egy esete, s a TASZ bejelentette őket egytől egyig.
Addig-addig küldték a panaszokat, míg csak elérték, hogy a nagyhasú állam felkerekedett, és végre komolyan tett a fertőzések ellen. Aki nem hiszi, járjon utána, és küldje el panaszát maga is. Itt a vége. Fuss el!